Sziasztok, üdvözlök innen mindenkit a Dózsa-György útról, és most a 75-ös lolival fogunk utazni, Kápolna térig. De a múlt hét szombattól ismét módosult a 75-ös útvonala, és most már Kőbánya alsó hely helyett a Kápolna térig közlekedik, és a Puskás után is módosították az útirányát, most egyenesen megy a Hungáriánál, és az MTK-s stadionnál, illetve a Hidegkultilántor stadionnál fordul. Toligalás fele, ott megy ki a Pongrácz útra, és végül ugye a Pongrácz úton keresztül, ugye Kőbányon saját a Kápolna térre fog menni, na most erről lesz majd felvétel sötétedésig. Hamarosan érkezik a 75-ös, 3 percet írtak 2 perccel ezelőtt, úgyhogy mindjárt itt van. Ellenkező irányból jön egy 75-ös, hát itt még a légió útvonalán. Úgyhogy egy picivel hosszabbodott Kőbánya alsótól, ugye Kápolna térig. Az aksival bejárandó szakasz, de még így is bőven a 4 km alatt van, ami van. A 4 km azért fontos, mert a gyártó az ennyit garantált, hogy ez még rendeltetésszerű használatnak számít, hogyha menetrend szerinti forgalomban legfeljebb 4 km-t megy aksiról, ugye egy húzamban, az még gond nélkül. Egyébként az SST-k azok tudnak többet is, akár 10 km-t is mehet aksiról, csak ugye az, hogy hosszabb távon már valószínűleg ugye az aksi élettartalmának nem tesz jót.
következő megálló Pongrácz útulapon talán. Kápolna tér végállomás. Ugye 36-os villamos egykor eddig járt ki. Itt a vágányok még megvannak, de felső vezeték már nincsen. És itt pedig már rá is aszfaltoztak a vágányokra, és onnan indul a trolibusz, tehát ez itt az új. Igen, mert hát itt még az idéglenes sávok megvannak. Ugye kevékpár sávot itt megszüntették, vagy legalábbis ugye most már közös itt a buszsávval. Ugye itt az egykori villamos vágányok helyén pedig ugye forgalmi sávban meg autók parkolnak. Van itt egy műszaki tárolóhely is, hogyha esetleg sűríteni kéne a forgalmat, akkor is beférjen. Egykor villamos járt itt, most pedig ugye a trolibusz váltotta föl, tehát a kötött pálya az visszatért ide, egy pár évtized után. Ja, Zugligetbe terveztek hasonlót, hogy majd a villamos felváltja a trolibusz, hát ott még mindig várunk a trolibuszra. Hát itt azért pár évtized késéssel ez legalább sikerült. És itt a menetrend. Hát ilyen 15-20 perces követések vannak. És az is látható volt azért, hogy a Puskás után is voltak utasok bőven, tehát van igényel, de az látszik, és mindig tesztüzembe megy. De most ez a másik fázis, ez az újabb próba, hogy Tőványa alsó helyett akkor Kápolna térig hosszabbítva. És így viszont ugye a Hungária körúton még gyorsabban is tud haladni, mint hogyha ott tekerek, de ott a Pongrácon. Ugye most is a Pongrácon volt az, ahol nagyon belassult, mert ugye ott be volt dugulva az út, és nem tudott haladni. Hungárián pedig, hogyha még jobban kéne gyorsítani, akkor még buszsávot mindig lehetne kialakítani, és akkor igazából a hideg kútig zavartalanul tudna közlekedni. És az egykori 36-os vonalán egészen addig a következő kereszteződésig megvannak a felsőzetékek és a sinek. És ezt szokták is használni ilyen idéglenes végállomásnak, meg tárolóvágának, látható itt a váltó is. És ezt a néhány évvel ezelőtti, ugye felújításkor, mikor a 3-as villamost újították fel, akkor építették ezt a váltót vissza.
Ugye ott a távolban van a kiágazás. És itt fog visszamenni majd a 75-ös toli is. És a 75-ös megálló ismét. A Kápolna utcai, és innen fordul ki. És akkor ennyi lett volna ez a videó, így ez a Kápolna téli hosszabbítást, ezt gondoltam, hogy akkor kijövök, megnézem, hogy újság, és hogy nekem úgy tűnik, hogy bevált, sőt, ez még jobban bevált, mint a Kőbány alsóig, mert még határozottan többen vannak. Még abban az is belejátszhat, hogy amikor Kőbányaig először ment ki a tori, akkor már az első nap jöttem, amikor még hát ugye nem nagyon volt benne a köztudatban, hogy létezik ez a tori, és hogy tovább megy. Most viszont már ugye eltelt egy pár nap, hát ugye már egész pontosan három, mióta bevezették ezt a forgalmi rendet, viszont úgy látom, hogy azért vannak többen. És ott jön a 75-ös. És akkor itt szépen kifordul majd a Kőbányai útra. Közvetlen belvárosi kapcsolat, illetve a 13. kerülettől is van közvetlen kapcsolat, ez bevált. Azért az a tapasztalat a legtöbb ilyen hosszabbításnál, és egyébként itt a 9-20 is jó példa erre. Ugye nagyon hosszú járat, és nyilván nem is a legrövidebb, már mi menetidő tekintetében, mondjuk Óbudára innen. De általában az utasok szeretik az átszállásmentes kapcsolatokat, de akkor is, hogyha menetidőben hosszabb. Tehát azt, hogy nem kell átszállni, az oda egyfajta plusz, ez a 17-es villamosnál is látszott, mikor meghosszabbították, a fonódónál, 9-es busznál is, meg itt a 75-ös dolinál is. Ugye már most, hogy három napja megy, ez látszódik, hogy ez azért jelent annyi pluszt, hogy még az esetleg a hosszabb menetidőt is, mert ugye, és itt nyilván percekben, vagy ilyen 5 percekben beszélünk, tehát nem olyan vészesen sok. Azt a legtöbb utas bevállalja inkább, csak azért, hogy egyik megállóban kerül a járműre, és a másikban leszáll, és a kettő között nem kell átszállni. Tehát még aki innen Kőbányáról megy Óbudára, az szívesebben megy a 9-essel, még úgy is, hogy átszállásra hamarabb odaérne. És ugyanez a 75-ös torinál is megfigyelhető. És akkor itt van a 3-as villamos, ezzel én megyek is haza, úgyhogy meg is köszönöm a figyelmet, és majd legközelebb találkozunk. Sziasztok!